Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis gyors Warframe hatalmas fegyver update a Digital Extreme részéről, szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fog változni ebből a szempontból a játék, legalábbis úgy gondolom, és hatalmas befolyással lesz az endgame-re, amit mi régen mondjuk veteránok endgame-ként ismertünk, úgyhogy köszöntjük az új endgame-et. Csináltam is volt nemrég erről egy videót, és ahol kifejtettem, hogy valószínűleg az endgame mértéke lejjebb fog csökkenni enemy szintekben, tehát ami mondjuk eddig 400-astól kezdődött egy jó kis endgame, most már megesett, hogy lecsökken olyan 5, hát talán max 100-ra, és 100-nál fogjuk azt a szintet érezni, amit régen 4-500-as szinteken éreztük. Egy kicsit furcsa lesz nekünk, veteránoknak ezt látni, de a kezdőjátékosok azt hiszem mindenképpen örülni fognak neki. Nos, miről is szól ez a weapon update? A Reddit linket, amit közöltek a Digital Extreme-től, ennek a videónak a leírásában fogom hagyni. Végigolvashatjátok a kedvenc fegyveréteket, mert konkrét statok változtak meg, és egy kicsit átalakították a Mastery Rank rendszert és a fegyverek kapcsolatát, mégpedig úgy, hogy fogták az összes fogták a Mastery Rankokat egészen Mastery Rank 15-ig, és becsoportosították őket 0-tól 3-ig, 4-től 6-ig, 7-től 9-ig, 10-től 12-ig és 13-tól 15-ig, és mindegyik fegyvernek a statját ezekhez a csoportosításokhoz igazítják. Mondok egy példát, tehát 0-tól 3-ig Mastery Rankon elérhető egy bizonyos fegyvercsoport, és ezeknek a fegyvercsoportuknak egy beállított, ahhoz a Mastery Rankhoz szükséges statokkal fog rendelkezni, hogy annak, tehát hogy így érthető legyen. Nos, ezen a Reddit poszton a Tiberonnal hoztak fel egy példát, hogy nagyjából hogy fog kinézni. Megpróbálom ezt lefordítani a legjobban, hogy tudom. Ha valamit félrenéztem, vagy félreolvastam, akkor a Reddit poszton megtaláljátok mindezt kijavítva, hogy a Warframe-esek leírták. De ugye például a Tiberonról írták azt, hogy a jelenlegi damage alapján a 10 és 12-es Mastery Rank közé esne, ugyebár, de a kritje és a státusza nagyon alacsony ehhez a Mastery Rankhoz. Na most emiatt egy kicsit meg fogják növelni a kritikus esélyét és a státusz esélyét, de megeshet, ugye, hogy egy kicsit le fognak venni a damage-éből, hogy, hogy teljesen be tudják lőni abba a Mastery Rankba, amibe beleillik a dolog. Na most, azt nem tudom, hogy mondtam-e, hogy egyes fegyverekre újra látogatnak kraftolás szempontjából, és hozzáadják a poét is, hogy az ottani nyersanyagokat is farmolásra használjuk fel, bocsánat, kraftolásra használjuk fel, szóval ja, lesz mit farmolni, mindenhol, teljes univerzumban össze-vissza, de megpróbálják azokat a nyersanyagokat is hozzáadni, hogy, hát, hogy még többet kelljen farmolni a dolgokért. Nos, számomra ez úgy néz ki például ez a Tiberon, amit például felsoroltak, hogy milyen adott Mastery Rankban leszel, egy bizonyos határnál tovább a játék nem fog engedni, pont azért, mert belövik a fegyvereknek a damage-ét egy bizonyos szintre, és ez a bizonyos szintet, mikor eléred, annak a Mastery Ranknak a számára ez lesz az endgame. Tehát ott lesz az endgame, szóval minden Mastery Rank meg fogja találni az endgame-ét, és ugye mivel nagyjából Mastery Rank 15-ig minden fegyvert Mastery 15-ös rank után minden fegyvert fel tudsz oldani, 15-ös rank után hozzá fogsz ütni az igen erős fegyverekhez, ezért az endgame bizonyos szempontból megint meg fog növekedni. Na most, hogy meddig fog tartani ez az endgame, mi lesz a szintje, ez majd kiderül szerintem a damage pont 2.5 után, de ez már így az előszele, és sok-sok fegyvert itt kibalanszoltak, és minden bizony, hogyha bejön a 2.5-ös damage, ezeknek a fegyvereknek a damage és a modolása nagyban átalakul. A másik dolog, hogy, és amit mindig is mondtam, hogy sokan kérdeztétek, hogy miért nem mutatok be fegyver modolás típusokat, hát mostantól megeshető lehet, hogy bemutatok, de megeshető, hogy mindig nem, mivel hogy még változatosabbra emeli a fegyverek modolását, tehát bizonyos Mastery Rankok között másképp fogsz modolni fegyvereket, és amikor mondjuk Mastery Rank 15 fölé lép az ember, akkor teljes mértékben át fog alakulni, minden fegyvert mindig másképp fogod tudni modolni, és az lesz tökéletes az éppen arra való endgame-re. Nem tudom, hogy mit mondjak hozzá, de egyelőre nekem ez tetszik.
tetszik, hogy nem kell 4 órát játszanom ahhoz, hogy élvezzem a játékot. Tetszik az, hogy egy kicsit közelebb kerül az endgame megérzésem szerint, és hogy előbb ütközöm bele egy kihívásba, mondjuk elég lesz csak 1 órát játszani, nehogy Isten, tök jó lenne csak 45 percet játszani azért, hogy beleütközzek nehézségbe a játékba, és egy jó fun játék legyen, szóval ezt nem bánnám, és bizonyos szempontból irigykedem az alacsony a master rankokra, akik ebbe a 0-tól 15-ös szintig mozognak, mivel hogy tök jó kihívás elé állítja a játékot, legalábbis én ezen patch alapján így értelmezem. Na most ajánlom, nézzétek át ezt a Reddit jegyzetet, mivel hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fegyverről írtak, hogy mit fognak csinálni. Mondok egy példát, Master Rank 0 és 3 között a Bratonnak a damage-ét megnövelték 20-ról 24-re, a status chance-ét is megnövelték 5-ről 6-ra, hú, benne rohanjak, kritikus esélyt 10-ről 12-re. Tehát most mondtam csak egy példát, Master Rank 4 és 6 között, ugye azon mely fegyverek beesnek oda, mint például a Dera, Pisma, Tetra, Sibaris, Soma, Braton, Vandal, ez például a Sibarisnak megnövelték a damage-ét 70-ről 80-ra, de a státuszt és a kritikus meghagyták, mert belefittel ebbe a alap masteri rankba, ami a 4-től 6-ig terjed. Na most mit tudom én, master rank 10 és 12 között a tenóra például, mondjuk az, a tenóra, annak a damage-ét megnövelték 23-24-re, az mondjuk sosem rossz, megemelték egy kicsit a status chance-t, a kritikus esélyt is megnövelték egy kicsit, szóval a fire rate-jét megnövelték egy kicsit egyszerűen, hogy ebbe a master rank levelbe, a 10-től 12-be ez a fegyver beférjen. Tehát ez azt jelenti, hogy még jobb lett ez a fegyver, mert hogy valószínűleg úgy alakul a jövőben a játék, hogy erre a változásra szükség van például a tenorának az esetében, de teljesen úgy van megalkotva a játék, most már úgy veszem észre, hogy ahogy növekszik a master levelet, természetesen úgy leszel erősebb, de minden levelnek lesz egy endgame-je, ahol a fegyverek fogják megszabni a határt, és ezt régen is mondtam a videóim, a Warframe-et modolni egyszerű, de az igazi hangsúly valahol nem, hogy csak a modoláson van, hanem a 3 kombinációján, a Warframe fegyverek, kardok modolásának kombinációján, de a fegyverek az, ahol kell tényleg egy fajta figyelmet fordítani ahhoz, hogy meg tud ütni ezt az endgame-et, és úgy érzem, hogy ezzel az update-tel teljes mértékben jól alakul a dolog. Például a Tonkornak megnövelték a golyójának, vagyis a lövegének a repülési sebességét, ez nem rossz, tehát egy kicsit jobban lehet majd vele célozni, nem akkor a golyót is számolni. Szóval egy másodperc alatt robban az első pattanás után, az nem rossz, szóval, hogy őszinte legyek a Tonkor esetében. A Toridnak megnövelték a tűzsebességét, ez nagyon-nagyon jó hír, az újratöltését megnövelték, a golyók lövési sebességét megnövelték konkrétan, és azért egy-két változás a master rankokhoz sokkal jobban beleillik, és azt kell mondjam, hogy nagyobb kedvel használom én még így is a régebbi fegyvereket, hogy meglássam ezen változásokat, amelyek be fognak jönni. Szóval a zar status chance növekedést ért el, majdnem 30%, ez azért nagyon durva. Kritikus esélyt is megnövelték, 17%-ra megfogják, vagy értitek. És úgyhogy ez nem rossz dolog, hogy őszinte legyek, ahogy így be lehet lőni a master rankokra a különböző fegyvereket. Ugyanezt csinálták a másodlagos fegyverekkel. Srácok, nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem, én nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, én őszinte leszek veletek, én várom, ez egy jó változás, ez egy pozitív változás számomra, és egy új lehetőséget ad a játékba, új kihívást ad a játékba, új modalást ad a játékba, valamit ad, amiért játszok, mert egy jó ideje már a Warframe-en a farmolás kedvéért játszottam, és a farmolás már annyira nem poén, de hogyha van mindig a miért bemenni farmolni, vagy egy új modalást leteszteljek, vagy bármi új fegyver leteszteljek, vagy akármi, akkor mindjárt élvezetesebbé válik az adott farmolás is, és azt kell mondjam, ez egyelőre nekem tetszik.
mi a ti véleményetek? Hogy fogadjátok ezeket a változásokat? És remélem, hogy azért nagyjából érthetőre fordítottam le nagy vonalakban, amit mondtak, tehát nem szóra-szóra, inkább az értelmet próbáltam kinyerni a maga a kurva hosszú patch note-ból. Az értelmet próbáltam kinyerni, hogy amit én látok alakulni a Warframe-el kapcsolatban. Hát aki végigolvast, az kérem ossza meg a véleményét, hogy tetszik, nem tetszik, hogy fogadod, nerfnek látod, nem nerfnek látod. Hogy látod, hogy a veterán játékosok szempontjából ez egy jó változás, vagy egy rossz változás? Ezt várjuk mi veteránok, vagy nem ezt várjuk mi veteránok, akik régebbi Warframe játékos? Nos, srácok, ennyi lett volna, ez egy nagyon gyors videó, mert hogy tényleg most frissen jöttek be ezek a hírek. Köszönöm a figyelmet, a következő Warframe videóig. Használjátok a Discord szerverünket, megtaláltok link a leírásban. Ha kérdésétek lennének, Necrocrim Facebook oldalon, csatlakozzatok a Necro Army-hoz, jelentkezés szintű, ugye Necrocrim Facebook oldalon keresztül lehetséges. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!